Így barátja, mint ahogy önök is. És az a megtiszteltetésért, hogy ezen a mai különleges alkalommal és a különleges rendezvényen én lehetek a műsorvezető, narrátor, moderátor. Egy szóval a konferenci szerepét fogom majd én betölteni. Engedjék meg, hogy legelőször is felkérjem Karsony Ferenc polgármester urat, hogy hivatalosan nyissa meg ezt a különleges rendezvényt. Én is szeretettel köszöntöm Önöket ezen a különleges könyvbemutatón, amely már meghívója szövegezésében is lenyűgözi az olvasót. 7 évtized a zene és a művészet szolgálatában. Nemes László Karnagy kerületünk díszpolgára, zenepedagógiai és művészetoktatási szakértő, több országos zenei szervezet, intézmény és együttes alapítója, a Magyar Örökség díjas Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola alapító és címzetes igazgatója pályájának 70. évfordulóját ünnepeljük. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm elődeimet, Hajas Ervin és Szabolcs Attila polgármestereket. Valamint Ankó Néhegyed és Jolán alpolgármester. Díszpolgárainkat, a kerületi civil szervezetek vezetőit, önkormányzatunk képviselőit, és köszöntöm a mai bemutatón közreműködő művészeket, akik előadásukkal megörvendeztetnek hamarosan minket. Kiemelten köszöntöm Nemes László családját és a pápáról érkezett vendégeinket, valamint mindazokat, akik hozzájárultak a könyv megszületéséhez. Megkülönböztetett tisztelettel Súlyog Lászlót, a Budafok-Tétény önkormányzata felkérésére és támogatásával megszületett Nemes László életét és gazdag zenei munkásságát bemutató könyvszerzőjét. És végül köszöntöm Nemes Lászlót, akinek egykori kollégájaként közelről szemlélhettem, hogyan kezdődött az a munka, melynek eredményeként véglegesen nyomot hagyott Budafok-Tétény életében és a teljes magyar művészet oktatásban. Sok ember van, aki tervek, célok nélkül éli az életét. Sokan vannak, akikben van ugyan szándék a változtatásra, arra, hogy valami újat hozzanak létre, azonban végül a legtöbben beletörődötten azt mondják, egyedül úgysem fog menni. Csepp vagyok a tengerben, ország az univerzumban. Hogyan is lenne lehetséges épp nekem régi módszereket, bevált gyakorlatokat megváltoztatni, a semmiből új dolgot teremteni. És ezzel szemben van Nemes Laci bácsi, aki azt kérdezi, miért ne lehetne vidéki fiúként elindulva teljesen megreformálni a magyar művészet oktatást. Mi akadálya van annak, hogy megalapítsam a zenekart, mely később az ország egyik legmeghatározott formációjává válik. Ma már tudjuk, lehet, és nincs semmi akadálya, csak mi nem láttuk előre. Ez az üzenete ennek a könyvnek, melyet ma mutatunk be. Köszönöm Nemes Lászlónak, hogy megosztotta velünk élettörténetét. Köszönöm a könyvben szereplőknek, hogy felidézték, milyennek látják ők Laci bácsit. Köszönöm Súlyog Lászlónak, hogy kötetbe rendezte mindezen gondolatokat. Köszönöm Szabó Tímea, a Nádasdy Művészeti Iskola könyvtárosának segítségét, aki a könyvben szereplő dokumentumok felkutatásában nyújtott pótolhatatlanságot.
És köszönöm Papp Lizának, kolléganőmnek, hogy gondoskodott a feltételekről, hogy mindezek mostanra egy kézzel fogható könyvbe állhassanak össze. Gratulálok az évfordulóhoz és a könyv megjelenéséhez. Isten éltessen sokáig, Laci bácsi. Nagyon szépen köszönjük polgármester úrnak a bevezetőjét, és az elmúlt percekben többször is megemlítése került az éppen most fényképezős Jok László, aki Nógrád vármegyéből érkezett, rendszeresen közlekedett a könyv elkészítésének időszakában. Elég, ha csak annyit mondok, hogy ez a könyv körülbelül másfél év alatt készült el, majd amikor kézbe fogják venni, látni fogják, hogy milyen hatalmas munka van mögötte. Nem is igen emlékszem, az őszintén mondom, hogy ehhez fogható nagy életrajzi könyve, mondjuk Liszt, Ferenc, Erkel, vagy Bach, vagy ilyesmiket most nem számítok, találkoztam volna az életünk folyamán. A kedves László barátunk magyar történelem középiskolai tanár diplomával, író, újságíró, publicista, és emellett Nógrád megye történelmének a nagy kutatója. És így módon elsősorban azokkal a személyekkel foglalkozik, akik az 1900